Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Második alkalommal sem választott új ügyvezetőt a képviselőtestület a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Élére. Ugyanakkor több észrevétel is megfogalmazódott a városüzemeltető cég tevékenységének minőségével kapcsolatban. Dr. Áldozó Tamás polgármester ezért kollégáival megkezdte a VFT átvilágítását. Azt szeretnénk, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-től hatékony és olyan minőségű munkát kapjunk, amit a város polgárai megérdemelnek. Így fogalmazott dr. Áldozó Tamás polgármester arra a kérdésre, hogy miért indított átvilágítást a VFT-nél. Az utóbbi hetekben, hónapokban az ügyvezető választással kapcsolatos hírekről szólt elsősorban a világ a Városüzemeltető Kft. Környékén. De az is közismert, hogy többen fogalmaztak meg észrevételeket a képviselőtestület ülésén, vagy a nyilvánosságban a társaság munkájának a minőségével kapcsolatban is. Sőt, nem csak a munka minőségével, hanem a munka hatékonyságával kapcsolatban is. Mi azt szeretnénk, hogyha a pápai polgárok pénzét hatékonyan tudnánk elkölteni, és ezért olyan minőségű szolgáltatást kapnánk, amit a pápai polgárok megérdemelnek. Az átvilágítás a zöld területek gondozásával és a közterületek tisztaságával kapcsolatos munkák áttekintésével kezdődött. Mindkét feladat nagyon érzékeny, hiszen közvetlenül a polgárok szem előtt kell elvégezni a munkát, illetve a polgároknak mitnap meggyőződhetnek az elvégzett munka minőségéről. És én úgy hiszem, hogy nagyon sok régi beidegződés van még itt a Városüzemeltető Kft. Munkájába, olyan, amit szerintem le kell vetkőzni, hiszen jól érzékelhetően megváltozott annak a módja, hogy mi ezt a várost használjuk. És ugye ennek következményei vannak. És ezek a következmények hát sokszor nem pozitív előjelűek, hanem olyan externáliák, olyan változások, amik zavarják a polgárokat. A Városüzemeltető Kft. Pedig azért tartjuk fenn, hogy ezek megszűnjenek. A munka hatékonyságának növelése érdekében a városvezetés a meglévő szervezeti struktúrát is vizsgálja. Én azt gondolom, hogy például nem egyértelmű a felelősségi viszonyok, tehát egy adott munka elvégzésért sem a felelősség, sem a visszacsatolás, annak a visszaellenőrzése, az nagyon sok hiányosságot hordoz magába, és ugye mindennek a vége az, amit a polgárok látnak. Az egy ilyen, azt is mondhatnám, egy ilyen termelési folyamatnak az a minőség ellenőrzése már, akik elmondják, hogy igen, ez tetszik, szépen van virágosítva sok területe is a városnak, ezt elmondják, ezt a dicséret elhangzik, ez így is van. Ugyanakkor azt is elmondják, hogy mondjuk szemetes a várkertnek az a néhány fő csapás iránya, ahol egyébként az élet zajlik. A polgármester hangsúlyozta, a VFT-től hatékonyabb és jobb minőségű munkát vár el a városvezetés és a lakosság is. A németországi Teuton lovagrend nagymestere Klaus Bloß már több éve juttat el pápára értékes adományokat, ezzel támogatva a pápai családokat. Ezúttal nem bébi ételt, hanem gyermekruhákat, sportcipőket és tisztasági csomagokat hozott városunkba. A Teuton lovagrend hosszú ideje rendszeresen támogatja a pápai családokat adományaival. Klaus Bloß, a lovagrend nagymestere, 28 éve juttat el városunkba adományt. A tegnap érkezett szállítmányban ezúttal nem bébiételt, hanem gyermekruhát és tisztasági csomagokat hozott. A nagymester elmondta, mindig szívesen érkezik pápára. Mitgebracht habe ich ungefähr. A mostani szállítmányban összesen 300 darab tisztasági csomagot hoztam, amely tartalmaz tusfürdőt, sampont, fogkefét és fogkrémet is. Ezek egy hátizsákban vannak. Ezen kívül 500 darab gyermek és ifjúsági pólót SML méretben, 340 darab gyermekfarmert is 2-6 éves korú gyerekeknek, valamint 50 pár sportcipőt is hoztam magammal. Dr. Áldozó Tamás polgármester kiemelte, minden alkalommal nagy örömmel fogadják a Teuton lovagrend adományát. Pontosan azokhoz juttatjuk el, ahová Németországból szánják, éppen ezért ismerik el a munkánkat, és tudunk tovább dolgozni a Teuton lovagrend németországi és magyarországi szervezeteivel. A mostani adományról azt kell tudni, hogy ez nem a korábbiakhoz, tehát nem a korábbiaknak megfelelően mindenki számára elérhető adomány lesz, hanem ezt a családsegítő és jóléti szolgálat rászorultsági alapon az általa nyilvántartott kisgyerekekhez fogja majd eljuttatni.
Wolfstrommer Henriett, az ESZI család és gyermekjóléti szolgálatának szakmai vezetőjétől megtudtuk, nem automatikusan kapják meg a pápai családok az adományt. Adományként, jutalmazásként, esetleg karácsony ajándékként fogjuk előre összeállított csomagokban mi felkeresni az ügyfeleinket, nemek, korcsoportok vagy esetleg egyéb szempontrendszer alapján. Az adományt olyan családoknak juttatják el, akik hátrányos helyzetű gyermeket vagy gyermekeket nevelnek. Utoljára vizsgáztak a már megszokott módon a diákok a 2023-as tavaszi érettségi szezonban. 2024-től teljesen átalakul a rendszer. Magyarból új típusú feladatok lesznek, a felkészüléshez kíván új könyvével segítséget adni dr. Hauber Károly. A Tür gimnázium tanára áttekinthető, lényegre törő módon dolgozta fel az elvárásokhoz igazodó tananyagot. Az újfajta érettségi természetesen a magyar nyelv és irodalmat is érinti. Dr. Hauber Károly, a Tür gimnázium tanára elmondta, hogy részben a szóbeli és az írásbeli rész is átalakult. Eddig 6 kötelező szerző szerepelt a szóbeli tételek között, most 10. Tehát a korábbiak kiegészültek Jókaival, Mikszáttal, Vörösmartival és Herceg Ferenccel. Tehát 10 kötelező szerzőből kell szóbeli tételt adnunk. Az írásbeli még nagyobb mértékben változott, hiszen az a rövid írásmű, a gyakorlati szövegalkotás vagy érvelés megszűnt, és helyette, részben helyette, de nem 10 pontos lesz, hanem 20 pontos, egy irodalmi feladatlap szerepel az írásbeli vizsgán, ami teljesen új. Az írásbeliben ez a legfontosabb változás. Egy teljesen újszerű elemet jelent a magyar érettségiben, mely elsősorban a lexikai tudásra épít. Ehhez dr. Hauber Károly segédanyagot állított össze a diákoknak és kollégáinak, mely e-könyv formájában érhető el. Az irodalmi feladatlaphoz szükséges ismereteket igyekeztem érthetően, világosan, sok példával, sok képpel érzékeltetni, és hadd mondjam meg, hogy az a rész, vagy ez a könyv, amely az irodalmi feladatlapra készíti fel a diákokat, akkor is fontos lenne, ha nem lenne irodalmi feladatlap. Hiszen azokat az elméleti ismereteket foglalja össze, amelyek a középiskolában hasznosak lehetnek. Dr. Hauber Károly rendhagyó irodalomóra keretében mutatta be a tankönyvét az érdeklődő diákoknak és tanároknak. A résztvevők áttekinthették a táblázatokat, valamint közösen megoldottak néhány mintafeladatsort is. A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén is, szeptember utolsó hétvégéjén lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. A Pápai Református Gimnázium évek óta részt vesz az országos programban. Pénteken este ismét érdekes előadások és kísérletek várják a látogatókat. A Kutatók Éjszakája program szeptember 29-én pénteken 18 órakor kezdődik a Refiben. Az első egy órában hagyományosan a természettudományos tagozat diákjai várják érdekes, interaktív, fizikai, kémiai, biológiai kísérletekkel a látogatókat. Ezt követik majd az előadások. 19 órakor a Református Gimnázium tanára Varga Umbrik Károly tart élménybeszámolót. Én voltam nyáron itt az ITER-ben, Franciaországban, ahol láttam, hogy hogyan építik azt a nagy fúziós reaktort, ami tulajdonképpen a napot utánozza itt a Földön. Hát azt az élményt, amit ott tapasztaltam, azt el akarom mondani. A vendég előadó Varga Umbrik Eszter lesz. Eszter refis diák volt, Cambridge-ben végzett fizikus, aki 19 óra 45 perctől a mesterséges intelligencia alkalmazásáról beszél majd. Varga Umbrik Károly elárulta, hogy lánya kifejezetten erre a programra utazik haza Magyarországra, és előadásában igyekszik minél egyszerűbben és közérthetőbben magyarázatot adni arra a kérdésre, hogy mi is tulajdonképpen a mesterséges intelligencia. Azt ígérte nekem, hogy megpróbálja le egyszerűsíteni a dolgokat, az előadásának az elején ezeket a fogalmakat tisztázni fogja, és utána pedig egy kicsit, hát ugye a leplet felrántja, vagy lerántja arról a témáról, amivel ő foglalkozik, hogy hogy is néz ki a mesterséges intelligencia kvantummechanikában. A programot ezúttal is a tanárok kísérletsója zárja.
A hónap végétől újabb pályakarbantartási munkákba kezdenek a városunkat is érintő vasútvonalon. A MÁV Start ZRT tájékoztatása szerint szeptember 29-től november 2-ig a Szombathely állomáson és a Biatorbágy-Szárliget állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Győr-Celdömölk és a Celdömölk-Szombathely vasútvonalakon egyes vonatok módosított menetrend szerint, valamint rövidebb viszonylatban közlekednek. A 9228-as számú vonat csak Győr-Celdömölk viszonylatban közlekedik, melyről Szombathely felé a tovább utazás a 9088-as számú vonatra átszállva lehetséges, Vép és Szombathely állomások között pedig vonatpótló autóbuszok közlekednek. Az Interregio 19203 számú vonat helyett Szombathely-Celdömölk állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik, Győr-Budapest keleti között pedig nem közlekedik. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás azonban nem biztosítható, áll a szolgáltató közleményében. A vasútvonal részleges vágányzári menetrendje egyébként megtalálható az állomási pénztáraknál, az ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁV Direkt telefonszámán is. Kedves nézőink, ezek voltak híreink, a folytatásban pedig nézzük a holnapi nap időjárását. Csütörtökön napos idő lesz, csapadék nem várható, enyhe, majd gyenge lesz a délies szél. A csúcshőmérséklet 25 és 26 fok körül alakul, este pedig 14-15 fokot mutatnak majd a hőmérők, áll a pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzésében. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Városi Televízióban szerdán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!